Boldog szombatot szeretnék kívánni a gyülekezetnek ezen a délelőtten. És a mai napon egy olyan zsidó emberről fogunk közösen együtt tanulmányozni, akinek nem látszódott az életéből az, hogy egy megváltozott, egy átadott élete van. Sőt, úgy is mondhatnánk, hogy Sátán ügynökévé vált azzal, ahogy a munka világában tevékenykedett, ahogyan ő élt. És azt is mondhatnánk erről az ember, hogy az egyik legrosszabb hírű volt Jerikó városában. És ma arról fogunk tanulni, hogy mit jelent az igazi megtérés. Nyissuk meg Bibliánkat, akiknek van, a Lukács evangéliumánál. Lukács evangélium a 19. fejezet, és ott fogom olvasni az 1-től a 10 verseket. Lukács evangélium a 19. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. És bemenvén átalméne Jerikón, és imé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő volt, és gazdag. És igyekezik Jézus látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatá, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felhágva egy eperfügefára, hogy őt lássa, mert arra vala elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látá őt, mondanéki: Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának, mondván, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak: Uram, minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig neki Jézus: ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Eddig van Isten igéje. Jerikó, ahol a történet játszódik, abban az időben egy jelentős gazdasági csomópont volt az akkori vidéken. Nyüzsgött ott az élet, sok turista volt, sok kereskedő, árus, és élt Jerikóban egy elég gazdag, tehetős ember, Zákeus, a történetünk egyik főszereplője, akit úgy is mondhatnánk mai szóval, hogy adventista volt, akinek egy nagy céget vezetett, és fővámszedő volt a foglalkozása. Minden vámost ő foglalkoztatott a környéken. És olyan jól ment neki, hogy legalább négyszer annyit keresett. Ha elment egy nap beszedni a vámot a város lakóitól, tele táskákkal ment haza. És el tudjuk azt képzelni, hogy mennyi mindene megvolt ennek az embernek. Amire csak vágyott, amiről csak álmodhatott volna, az megvolt neki. És hát a családja semmiben nem szűkölködött. A gyerekei például megkaphattak minden játékot, amit csak megláttak ott Jerikó városának a piacán, a főterén. Elmehettek a legnagyszerűbb vidékekre, tájakra nyaralni. Ott állhatott a legszebb, legnagyobb hintó a garázsukban, mert megtehették. És még a neve is ott szerepelt a zsinagógában, az akkori gyülekezetben. Ugyanakkor, hogy a Zákeusnak a szívét egy kicsit jobban megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy boldogtalan volt. És olyan üresnek érezte magát. És amikor megkapta annak idején ezt az pozíciót, ezt az állást ennél a vámhivatalnál, az volt a vágya, hogy minél többet keresthessem, és minél nagyobb karriert fusson be. Ne kelljen nélkülöznie a családjának, hogy a saját gyülekezetének minél többet tudjon adakozni, hogyha minél többet fog keresni. És
azt is azt gondolta, hogy kitől majd a római uralom alól, hogy nem fogják csupán rabszolganépnek nézni őt. Hát így is lett, de nem elégedett meg mindettől Zákeus. És már nem tette boldoggá a pénz. És hiába tért haza minden nap tele táskákkal, tele pénzzel, de már undorodott a pénztől, nem kellett neki. És hát ennek az volt a következménye, hogy megvetette az egész város, mert kicsalta tőlük a pénzüket. A saját gyülekezete kirekesztette, megvetette őt. Ugyanis a zsidók főbűnnek tartották azt, hogy valaki lepaktál a római hatóságokkal. És Zákeus pedig az állami szférában dolgozott. És még azt kell tudni, hogy a zsidók sokkal több vámot kértek, mint amennyit kellett volna, hogy ők maguknak is maradjon a jadból. És ezzel teljesen megnyomorították az embereknek az életét. És hát a rómaiak is ezzel jól jártak. Zákeus akkoriban nagyon sokat hallott erről a Jézusról, és megtudta, hogy Jerikó városába érkezik. És látni szerette volna Jézust. És vágy volt a szívébe, hogy lássa. Hogy lássa Jézust. És aztán megjelent, találkoztak. És nagyon nagy volt a tömeg, és ahogy írja a Biblia, a kis termete miatt, hát föl kellett mászni eperfügefára, de vajon miért mászott oda föl, elgondolkodtam, mikor készültem az ige hirdetésre. Miért mászott fel erre a fára? Lehet, hogy titokban akarta tartani ezt a város lakóitől, hiszen ők utálták Zákeust, és akár meg is verték volna, hogyha a kezükbe kapják őt. És ezt szerette volna Zákeus megnézni úgy a lombok mögül Krisztust, hogy láthassa, így titokba szemlélhesse őt. És mi is sokszor csak egy kis időre szeretnénk látni a mi drága megváltónkat. De elveszi az időnket az életgondja, a család is esetleg, a hétköznapi teendők, vagy a nagyra vágyó terveink, és nem marad semmi időnk sem a legfontosabbra. És elgondolkoztam azon is, amikor olvastam ezt a szakaszt, hogy hogy tudtak találkozni egymással. Hiszen Zákeus fölmászott a fára, előre szaladt, ahogy olvassuk, itt a negyedik versben, azt mondja az ige, hogy előre futván felhága erre az eperfügefára. Tehát elképzelem azt, hogy a sokasság ment Jézus után, Zákeus pedig előtte gyorsan előre futott, hogy fölmászon erre a fára, amit kinézett magának. És hát mi lett volna akkor, hogyha ez egy kicsit hát humoros, hogyha esetleg Jézus nem is abba az utcába kanyarodik, ahol Zákeus már várja őt a fán, hanem teljesen máshova, akkor nem találkoztak volna. De véleményem szerint Jézus direkt szándékosan mégis arra ment, mert tudta, hogy van egy lélek, aki őt kívánja látni. Testvérem, amikor a te szívedben is közelebb akarsz lépni Jézushoz, hogy szemlélhessd őt, például a Biblia tanulmányozáson át, Jézus arra megy. És lehet, hogy te el vagy foglalva, lehet, hogy bűnöket követsz el, de ott van a vágy a szívedben ő felé. És Jézus tudta ezt ugyanígy, mint Zákeus a szívét, ahogy olvasott az ő szívében, a mi szívünkben is olvas ilyenkor. Zákeus pedig aztán főbűnös volt. Hát elérkezett a találkozás ideje, Jézus jött a sokassággal, és pont abba az irányba ment, ahol Zákeus volt fönt ott a fán, és észrevette akkor Jézus Zákeust, és az igében így olvastuk, hogy Zákeus, hamar gyere le, mert nálad kell vacsoráznom. Hát
elképzelem azt, hogy Zákeus nem gondolta azt, hogy észre fogja őt venni, pláne még azt, hogy a nevén szólítja Jézus őt. És vannak olyan ígéretek, olyan bibliai igék az Ószövetségben is, hogy Isten tudja a mi nevünket, a mi nevünkön szólít. És például tudja azt is, hogy hány hajszálunk van. Minden hajszálat. És semmi olyan dolog nincs, ami ne történne az ő figyelmén kívül Istennek. Tehát Zákeus nagyon meglepődött, amikor észrevette Jézust, és főleg, hogy a nevén szólította. És már gyorsan sietve is jött le a fáról, ahogy olvassuk az ígében, és hát elképzelem azt, hogy amikor megvolt a nagy találkozás, akkor kézenfogva, örülve, vidáman ment haza Jézussal. Ismerőse a jelenések 3. fejezet 20. verse, ami számunkra. Lapozzunk oda. Jelenések 3. fejezet 20. versében azt találjuk, ezt Jézus mondja a 7. gyülekezetnek. Imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát Jézus vágyódik a mi szívünk ajtaján, hogy beléphessem. És ez megtörtént Zákeus életében. Ő elfogadta az ő szívébe őt. Ez az első pont, hogy mit jelent az igazi megtérés. Elfogadni Jézust. És ez a fő bűnös befogadta a szívébe Istent. Átadta az életét neki. Elképzelem azt, hogy a nép hát nagyon csodálkozott, hogy pont ez a fő bűnös, a fő vámszedőhöz megy be Jézus. Azt mondták neki, hogy bűnös embernél száll meg, ilyeneken morgolódtak. És hát elgondolom azt, hogy ha Jézus nem lett volna ott, akkor bizony lehet, hogy meg is verték volna jól ezt az ember, Zákeust. És milyen csodálatos az ebbe beleképzelni, kedves testvérek, hogy nem a tökéletes emberekhez jött Jézus, hanem azokhoz, akiknek szükségük van a megmentésre. Zákeus teljesen megundorodott a pénztől, és nem vágyott már arra az életvitelre, amire korábban vágyott. És Jézust, ahogy meglátta, akkor egy csodálatos dolog történt az ő szívében. Hadd mondjak el egy történetet, egy igaz történetet. Egy rádiós evangelizátor egyszer elment bizonyságot tenni ki az utcára. És ott találkozott egy részeg emberrel. Meg akarsz térni? Kérdezi tőle. Azt mondja ez a részeg, hogy hát igen. Jó, akkor boruljunk le. És mindjárt leborultak ott a járdán egyből. És elkezdtek imádkozni. Elkezdett imádkozni ez az evangelizátor. Ó, Uram, bocsáss meg ennek a részeg embernek. Nem mondd azt ennek az embernek, hogy részeg vagyok. Mondd azt, hogy beteg vagyok. Hát erre a prédikátor azt mondta, hogy ne mondd azt, hogy te beteg vagy. Be kell lássad, hogy részeg vagy. És minden esetre aztán addig-addig vitatkoztak, hogy csak belátta ez a részeg, hogy ő részeg. És aztán milyen változás állt be az életébe, hiszen átadta az életét Krisztusnak ez az ember. És aztán vidáman ment haza, virágcsokrot vette a feleségének is, és ott kopogtatott. Majd megjöttem, kedves feleségem. És a felesége kiszólta az ajtón, hogy na, mit keresel itt, már megint részeg vagy? De ő nem törődött ezzel, amit mond a felesége, ugyanolyan vidám maradt, olyan buzgó. És erre azt gondolta a felesége, hogy valami elmebaj tört rá erre az emberre. És jött az anyósa is, de az se segített igazából a dolgon, és addig-addig beszélgettek, hogy rávették, hogy
hát menjen el egy ilyen elmegyógyintézetbe kivizsgálásra. És megszólalt erre ez a részeges ember. De hát miért akarjátok, hogy oda menjek, mikor még olyan egészségesnek sohasem éreztem magam, mint azelőtt? De hát végül is aztán meggyőzték, hogy menjen el ez az elmeorvoshoz, és az anyósa és a felesége is elkísérte. És ott kint álltak, amíg ez a részeg ember bement az orvoshoz. Az orvos gyanúsan néz rá, mi a te neved? Most a földi vagy a mennyei nevemet kérdezi. Nagyot néz az orvos, hogy na, hát hol laksz? Azt mondja, a földi címemet kérdezi, vagy a mennyei címemet. És még egy ilyen néhány kérdést tett fel az orvos, aztán elhallgatott, aztán ez a részeg ember kezdte elmondani. És addig-addig beszélgettek, hogy ez az orvos is megtért, és leborultak. És imádkoztak, és átadta életét ez az orvos is Istennek. És hát ez a két asszony addig kint vártak a váróba, hogy vajon mi fog végbe menni. És hát egy órára rá nyílt az ajtó, és nagy vidáman énekelve, kézen megkarolva jött ki az orvos ezzel az emberrel együtt. És aztán így csodálkoztak itt kint, és meg is szólalt a felesége, hogy na már az orvos is megbolondult. Na de amikor valóban az ember megtér, akkor változás áll be az életébe. Korintus 2. levél 5. fejezet 17. verse azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, immé újjá lett minden. Még egy történetet hadd mondjak el. Egy nagy evangelizátor egyszer egy előadássorozatot tartott Amerikában, és ennek az előadására egyszer csak így betántorgott egy részeges ember, ott dűlöngőzött a sorok között jobbra-balra, és felkiált, prédikátor, megállnál addig, amíg átadom magamat a Krisztusnak? Mások a hallgatóságból azt kiabálták, hogy ne állj meg, megállítja itt az egész Isten tiszteleti rendet. Megszólal erre az előadó prédikátor. Mennyit prédikálok, amíg valaki jelentkezik arra, hogy megtérne, hogy szeretné átadni az életét. Természetesen, hogy megállok. Gyere ide előre, barátom! Hadd imádkozzak érted! És akkor előre ment, dűlöngőzve ez a részeg ember, leborultak, és ő is átadta az életét Istennek. És aztán ki is józanodott. Én most már átadtam az életemet Krisztusnak, kedves prédikátor. De a családom még nem ismeri Krisztust, a feleségem se a gyerekeit. Mert hát mindig részeg vagyok, a feleségem elzavart. Én úgy szeretném, hogy jöjjél velem oda, és beszéljél valamit a feleségemnek, Istenről. Hát mit lehet tenni? Na jó, elmegyek veled, mondta ez a prédikátor. És elmentek. És már este 10 óra is el volt már múlva. Bekopogtak a feleségéhez, aki kinézett az ablakon. Drága feleségem, engedjél be! Menj innen, részeg vagy! Nem vagyok én részeg. Dehogy nem. Ki az a részeg ott veled? Mondja. Az nem részeg, az a prédikátor. Én átadtam az életemet Krisztusnak. Micsoda új trükk ez? Mondja a felesége. De addig-addig könyörgött, hogy kinyitotta az ajtót, és meglátta, hogy tényleg valami történt, valami változás állt bennek az embernek az életébe. És hát bementek a házba, a gyerekek gyorsan elbújtak, hiszen a férj megszokta őket verni. És azt kérdezi az asszony, mi történt veled? Látom, hogy valami változás történt te veled. Elfogadtam Jézust a szívembe, és most új teremtés vagyok. Látom, hogy most már valami történt veled. Én is szeretném ezt a változást az életemben, mondja a feleség. És leborultak imádkozni, és az asszony átadta magát Istennek.
Hol vannak a gyerekek, kérdezi a férj. És aztán előre jöttek, a gyerekek a szobából kibújtak. Most már új apukátok van, egy olyan apukátok, aki szeretni fog és gondoskodni fog rólatok. Rendes apukátok leszek. És a gyerekek is egymás után szépen átadták magukat Istennek, leborultak, a családdal imádkoztak. De még mindig nem volt megelégedve az apuka. Prédikátor úram, nekem van egy édesapám és egy édesanyám is. Ők sem ismerik Krisztust. Menjünk el hozzájuk, és beszélj valamit velük, és Krisztusról nekik. Hát jól van, menjünk. És elmentek, de már éjfél el volt múlva. Édesapám, édesanyám kopogtatott be, a részeg ember. Nyissák ki hamar az ajtót. Jaj, ami részeg fiunk hazajött. Ne búsuljatok, most már nem vagyok részeg, mondta ez az ember. És kinyitották az ajtót, és tényleg látták rajta, hogy egészen megváltozott. Fiam, mi történt veled? Apám, anyám, átadtam magam a Krisztusnak. Most már új teremtés vagyok. Ó, fiam, miért sose hallottunk még, nem láttunk. Tehát hogy történhet ez te veled? Mi is akarunk erről valamit hallani. Beszélj hozzánk. Anyukám, apukám, ti is megkaphatjátok mindezt. És ők is leborultak imádkozni, és ez az apa és az anya is átadta az életét Krisztusnak. Menjünk vissza a történetünkhöz, az Zákeus történetéhez. Olvassuk el, nézzük csak a 8. verset, 19. fejezet 8. verse. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, imé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok helyébe. Nagyon érdekes az, amit Zákeus mond. Elképzelem azt, hogy mentek haza kézenfogva, örültek egymásnak Jézussal. Ott azt nem tudom, hogy pontosan mit beszéltek az úton, de otthon, amikor leültek vacsorázni, elmondta ezt Jézusnak. Hogy mire indítja őt a Szentlélek, mert bizonyosan a lelki ismeretébe dolgozott. És érdekes megfigyelni, hogy Jézus nem kérte fel erre a cselekedetre, hogy ezt tegye jóvá, amit rosszul cselekedett az akkori években, az elmúlt években. És ebben egy nagy tanulság rejlik, ami számunkra ma 2000 év elteltével is. Mivel Jézus semmi ilyet nem mondott neki, hogy ezt tegye meg, ez azt jelenti, hogy nem verte fejbe a törvénnyel őt, hogy ezt tegye meg. A lélek vezette rá Zákeust arra, hogy adja vissza, amit patvarkodással elvett a város lakóitól. És sokszor megtörténhet a gyülekezetben az, hogy mi mondjuk meg a másiknak, hogy mi a helyes, hogy hogy öltözködjön, hogy mit egyen, igyon, hogy viselkedjen. És ez nem helyes. Hadd mondjuk el egy példatörténetet ezzel kapcsolatban. Egyszer egy testvérnő megkérdezte a lelkészét. Gulyás testvér, szólj az én fiamhoz! Ez a kisfiú egyébként olyan 13 éves forma lehetett. Mi baja van a te fiadnak, kérdezi ez a lelkész. Ó, hát annyira oda van ezért a sportért, a futballért, meg a pingpongért, ezekért a sportokért. Bíz rám, testvérem, majd én beszélek ezzel a fiúval, válaszolta a lelkész. Aztán, amikor nem volt otthon az anyja, elment hozzájuk. Zolikám, mondja a prédikátor, van pingpongasztalotok? Hát igen, van, válaszolta a kisfiú. És van ütőtök is, meg labdád is? Igen, van minden. És aztán elkezdték felállítani az asztalt, és elkezdett a lelkész ezzel a fiúval pingpongozni, játszani közösen. És mi történt? Jött haza az anyukája, hogy Gulyás testvér, hát mit csináltál? Hát én azt mondtam, hogy beszéljél a fiamra, hogy állítsd meg őt, te meg leállsz vele játszani.
De ez a lelkész ezt a fiút megnyerte ezzel, hogy leállt vele játszani. Mert ahová csak elment utána prédikálni, evangelizációs sorozatot tartani, mindig elment. Annyira megszerette ez a 13 éves fiúcska ezt a lelkészt, hogy mindig ott volt vele, és hallgatta az ő prédikációját. És ma pedig orvos elvégezte az egyetemet, és igazi hívő ember vált ebből a fiúból. Tehát hagyta Jézus Zákeusnak, hogy határolódjon el attól a bálványától, azaz a pénz szeretetétől. Vajon nekünk, hogyha magunkban nézünk, kedves testvérek, vannak-e bálványok az életünkben? Egy olyan tárgy, egy olyan személy, egy olyan vágy, álom, amik fontosabbak Istennél, vagy nagy szabású terveink, amikről egyáltalán nem is kérdeztük meg még Jézust. Elképzelem azt, hogy Zákeus, amikor ezt eldöntötte az ő szívébe, amit itt a 8. versben olvashatunk, hogy mindent visszaad, még annak a kamatát is, amit elvett a szegényektől. Elképzelem azt, hogy otthon Zákeus elmondja az Úrnak, hogy el fog menni, és jót tesz azokkal, akiket kisemmizett. És hát látják a város lakói jönni az utcába Zákeust az ő táskáival. De hát azok a táskák most nem üresek, hanem meg vannak rakva valamivel. És látnak valami egészen furcsát az arcán. Nem az a mogorva tekintet, ami eddig volt, hanem valami teljesen más vidámságot sugárzik az arca ennek a Zákeusnak. És például elmegy az egyik családhoz, mondja, hogy hát biztosan ismertek, Zákeus vagyok, én szoktam beszedni az adót. Hát igen, tudjuk. Na de szóval most azért jöttem, mert tudom, hogy többet vettem el, mint amennyit kellett volna. Hát igen, azt is tudjuk, mondják. De én most szeretnék visszaadni 4-szer annyit, amennyit elvettem tőletek. Micsoda? Zákeus, mi történt-e veled? Nagyon meglepődtek a város lakói, mi történt ezzel az emberrel. És egy egész táska pénzt nyújtott vissza nekik. Micsoda változás állt be ennek az embernek az életébe, amikor elfogadta Krisztust, és megváltozott az élete, és jót tett. Tehát, hogyha valaki átadja magát Istennek, annak muszáj, hogy az életébe változás álljon be. És Zákeus már értételennek érezte az életét. Holott nagyon sok pénz lapult a bankszámláján. És Sátán így szerette volna kározatba küldeni őt. Ez volt Sátánnak a forgatókönyve ennek az embernek az életére. Az volt a forgatókönyve, hogy ne legyen Jézus a szívébe, ne változzon meg az élete, ne tegyen jót az emberekkel. Ott volt a gyülekezet névsorában is a neve. De Jézus nem volt ott vele, egészen addig, amíg nem találkozott ott az utcán a megváltóval. Most eljött a te pillanatod is. Sátánnak is van egy ilyen forgatókönyve a te életedre, kedves testvérem. De Jézus Krisztusnak is van egy olyan csodálatos terve a mi életünkre. És hogyha minden nap azt mondod neki, hogy Uram, átadom magam neked, és megengedem, hogy költözz a szívembe, és nekem elég, amit te adsz, új életet, új vágyakat, új terveket. Kedves testvérek, Jézus hamarosan visszatér. Hetente új híreket hallunk a vallási világból, úgy, hogy a végidők eseményei hirtelen befejeződhetnek. De Jézus először a te szívedbe akar visszatérni. És most szeretné ezt megtenni. Nem holnap, nem majd holnap után, hanem most.
Zákeus sem mondta azt, amikor a nevén szólította, hogy Zákeus, gyere le, és azt mondta volna, hogy hát nem, még gondolkodok rajta. Nem volt ilyen. Hanem gyorsan lemászott a fáról, és együtt mentek haza. Elfogadta Jézust megváltójának. És Jézusnak minden vágya az ma, ami számunkra, hogy azt mondhassa nekünk, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. És az én szívem kívánsága az a gyülekezet felé, és azért imádkozom, hogy mindezeket a lépéseket meg tudjuk tenni, hogy elfogadjuk Jézust, megváltozik az életünk, és aztán indulnak a jó cselekedetek, jót teszünk embertársainkkal. Amen.